Teltházas volt az idei áprili bál. A rendezvényt a szülői munkaközösség szervezte az áprili iskoláért alapítvány kuratóriumának tagjaival és a nevelő testülettel karöltve. A Magyar László Torna Csarnok igazi báli helyszíné alakult, a jelmezben érkezők pedig versenyen vehettek részt. A 8. est házigazdái Fodor Gabriella és Mészáros Péter szülők voltak. Sajnos szomorú apropóból is rendhagyó volt az idei bál. Kissé rendhagyó ez a mai bál, hiszen egyrészt most farsang alkalmából találkozunk itt a sportcsarnok kupolája alatt. Rendhagyó azért is, mert az áprili estek alkalmaiból ez az első, hogy Mezei Anna, vagy ahogy mindnyájan ismertük, Panni néni már nem lehet körünkben. Uram, te ezt így nem akarhatod. Tudom, hogy földed nagy területéből egyetlen barlangod jutott nekem, s megreng az is, ha viharod zenéje végig robajlik fenn a tölgyeken. A hagyományokhoz híven a bál nyitótánca és egyben a főprodukciója az iskolai néptánc együttes előadása volt. Az áprili iskolában már 10 éves hagyományra tekint vissza a néptánc oktatás. Elsőtől a 4. osztályig a mindennapos nevelés keretében tanítják a néptáncot, a felső tagozatban pedig heti egy alkalommal foglalkozik a gyerekekkel Bozóki Marianna, iskolaigazgató és Borko Bálint. Két néptánc csoportja van az iskolának, az egyik az immár 10 éve működő Kanyargó, amelynek tagjai többnyire már középiskolások, de a felsősök közül is táncolnak benne néhányan. Az úgynevezett utánpótlás csoport a Zöldág, amelyben a 4. osztályosok és felső tagozatosok táncolnak. A bálón a Kanyargó csoport tagjai bonicidiai román táncokat mutattak be. Szólót táncolt Fekete Péter, aki 10 éve, tehát az alakulás óta tagja a tánccsoportnak. A bemutatót követően a fellépők a közönséget is bevonták, táncháza alakítva a báltermet egy időre. Kérem azokat, akiknek kedvük van, egy kis hészába bekapcsolódni, ami gyakorlatilag egyszerű motivumokból áll, hát a kezdetekben, hogy fáradjanak ide közénk, és kérem a kanyargó táncosait is, hogy jöjjenek be ide a táncparketre, és táncoljunk együtt, mint egy igazi közösség. Elhinni, balra is megcsináljuk, rajta, lép, dob, dob, lép, dob, dob. A bemutatót kétfogásos vacsora követte, majd elkezdődött a táncmulatság, amelyhez a Bananas zenekar szolgáltatta a zenét. A szervezők elmondták, hogy rendkívül sikeres volt az idei bál, gyakorlatilag megháromszorozták a bevételt a korábbi évekhez képest. A szép eredmény köszönhető egyrészt a szülői munkaközösség elnökének, Visnyovszki Andrásnak, aki ingyen ajánlotta fel a vacsorát, másrészt további adokozóknak, akiknek jóvoltából 300 értékes tombolatárgyat sorsoltak ki, valamint 7 képzőművészeti alkotással lehetett licitálni. Ezen kívül a felajánlott sütemények is növelték a bevételt, és a büfé is jól teljesített, amint egy 1 milliós bevétel az áprili iskoláért alapítványhoz kerül, és az iskola további rendezvényeire, valamint taneszközök beszerzésére fordítják.